Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont ma műsorunk meghívottja Fellegi Balázs, aki a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákja, a filmfotomédia szakon, és Magyarországról származik. Egyáltalán hogy tudta meg, hogy Marosvásárhelyen van egy egyetem, amire érdemes lenne beiratkozni? Én nagyon sokáig voltak éppen színésznek készültem, van is az első végzettségem az színművész 2 Mármint, végzettség. hogy középiskolai, vagy van Nem, egy egyetemi én elvégeztem végzettsége? egy úgynevezett OKÉ-s színészképzést. Az mit jelent, hogy OKÉ-s színészképzés? Hát ez, ha jól tudom, akkor ez egy ilyen felső oktatási szakirányult képzés. Igazából, ami nem diplomát nyújt, hanem egy annál valamivel kevésbé értékes akkreditált papírt, és valahogy ebben a színházi közegben nagyon jó híre volt, ugye van ez a Maladi Pest Színház is Budapesten, ami nagyon sok részről, ha jól tudom, innen gyarapodott, vagy innen szerezte a kapcsolati tőkét, és valahogy főként Marosvásárhelyről hallottam mindig. Kolozsvárról egyébként érdekes módon sokkal kevesebbszer. És most már hallott Kolozsvárról? Igazán mióta ide érkeztem, azóta. De hogy igazán sokat nem láttam belőle, hogy ott És Magyarországon próbálkozott valamilyen, tehát például a Budapesti Színház és Film Művészeti Egyetemre bejutni, igen? Nagyon sokszor, igen. Igen, 7 alkalommal felvételiztem, és nem kerültem be, de hát ez egy nehéz dolog. Igen. Szóval barátok, vagy felületek, vagy honnan hallotta, hogy Azt hiszem, Erdély... hogy barátok inkább ezt mondanám. Tehát ebben a körben, a szakmai körben hallott. Igen. És tehát hogyan gondolt erre a lehetőségre? Mert azt képzelem, hogy ahhoz, hogy valaki ugye a Magyarországon felnő, ott kísérletezik többször betörni a szakmába, az ottani szakembereket ismeri, az ottani társakat ismeri, azért így nehéz elképzelni, hogy akkor átköltözik egy másik országba, és akkor lássuk, hogy mi történik ott. Tehát kell egy kis kalandvágy ehhez. Biztos, hogy kalandvágy is volt benne. Én miután elvégeztem ezt a bizonyos színészképzést, azután 2 évet dolgoztam, közben a Covid is megérkezett, és időközben úgy döntöttem, hogy szeretnék még tovább tanulni, viszont igazság szerint, amikor megtörtént a Színház és Filmművészeti Egyetemnek az átalakítása, ez a bizonyos modellváltás, akkor én úgy éreztem, hogy számomra nincs Magyarországon nagyon olyan másik művészeti egyetem, amire szívesen jelentkeznék már, és ezek után az a korábban is felmerült gondolat, hogy esetleg ide jöjjek, az hirtelen sokkal fontosabbá vált. Kapott jó tanácsokat, hogy oltásokat meg kell kapni, vagy most nem a Covid oltásra gondolok, hanem amikor valakik ilyen vadabb területre költöznek, akkor ugye, na, egy kis szorongás azért van. Szóval, hogy mi a híre annak, hogy Erdélybe költözik valaki? Hát azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor a magyarországiak főleg azzal poénkodtak, hogy majd medvékre kell vigyáznom. Akik erdélyi ismerőseim voltak, ők meg azzal poénkodtak, hogy majd a román nyelvvel kell vigyáznom. Egyébként maga a jelentkezési folyamat, vagy a kiköltözési folyamat igazából csak azon a napon viselt meg. Igazán egészen addig naívan azt gondoltam, hogy én már költöztem sokat, és hogy pár száz kilométer ide vagy oda, az nem tesz sokat. Ez nem így volt. De magában a folyamatban, ahogy jelentkeztem az egyetemre, amiben sok tanácsot kaptam, az főleg az volt, hogy hol fordítassam le az irataimat, hogy elfogadtathassam. És sikerült? Sikerült.
Nem volt olcsó, de összejött. Szóval, hogy boldogul a román nyelven? Tehát igen, itt nekünk Erdélyben lakó magyaroknak is vannak gondjaink azzal, hogy a saját országunk hivatalos nyelvével küzdünk. Gondolom, hogy ez az ön esetében még súlyosabban tevődött fel. Igen, mondjuk első évben az egyetem alatt egy páran elkezdtünk tanulni románul, és az valamennyi alapot adott, illetve a párom ő idevalósi, és az egyetemet is román tagozaton végezte. Vele néha érdeklődöm, hogy mi hogyan van, és igyekszem, és most már, hogyha nem vagyok éppen nagyon fáradt, vagy esetleg kicsit ideges, akkor próbálok mondjuk románul kérni dolgokat az üzletekben, és aztán, hogyha éppen beleesülök, akkor átváltok angolra, de igyekszem. És angolul boldogul? Tehát, hogy tudnak különböző helyeken angolul? Hát a legnagyobb tapasztalatom szerint igen. Sőt, úgy látom, hogy itt Erdélyben, ha valaki tud angolul, akkor úgy látom, hogy jellemzően az nagyon jól tud angolul. Általában gondolom ez az alapvető két nyelvűségből fakadóan is jár, hogy egyszerűbben tanulják meg. Azért, mert például Magyarországon nem jellemző, hogy az ember bemegy valahol egy üzletbe, és akkor a kiszolgáló kisasszony, vagy a kasszás kisasszony angolul tud válaszolni. Hát igen, én nem tudom, hogy egy áruházba való pénztári alkalmazott az mondjuk nyelvvizsgával vagy anélkül vesznek-e fel. Főleg érdekes kérdés ez, ha Budapesten jár az ember. Én is tapasztaltam olyat, hogy csak az árat kérdezte valaki angolul, és az éppen a kasszában ülő hölgy csak a képernyőre mutogatott, mert valószínűleg nem tudta volna elmondani, hogy mennyit is kell fizetni. De Budapesten ugyanakkor ugye a hétköznapi életben az utcán nagyon sokszor fordul elő, ugye, hogy az ember, főleg mondjuk a központi kerületekben ott van olyan, hogy több külföldi szót hallani, mint magyart. Nem, én vidékről beszéltem, mert hogy ugye Marosvásárhely nem főváros, tehát hogy nem tevődik fel ez a kérdés. A román fiatalok nagy része önmagától inkább angolul beszél, ezt többször tapasztalhatjuk, tehát egy kicsit így úgy alakult a helyzetük, mint az indiai filmekben, hogy beszélnek az anyanyelvükön, de a kulcsszavakat azért és az indulatszavakat, azokat angolul mondják. Szóval gondolom, hogy azért a hivatalosságokkal van egy kis probléma. És nem is annyira a nyelvre gondolok, hanem van az ügyintézésnek is egy különbsége a között, ahogy Magyarországon és ahogy Romániában rendeződnek ezek a dolgok, vagy sok ügyet nem rendezett errefele. Hát azért már volt alkalmam, a nyelvi nehézségek az nem tudom, hogy a nagyobbik vagy a kisebbik probléma volt ezekben az esetekben. Hát a bürokratikusságot azt igazából mind a két helyen, itt is és otthon is nehéz, de meg kell vele küzdeni. Annyi különbséget talán tapasztaltam a két ország adminisztrációja között, hogy valahogy mások az ilyen alárendeltségi, alá és fölé rendeltségi szerepek valahogy. Itt úgy érzem sokszor, hogy sokkal alárendeltebbnek érzem néha magam helyzetekben, ügyintézés közben, vagyis hogy nem magából nem a partnerrel vagy való viszonyból fakadóan, hanem egyszerűen olyan, mint hogyha más lenne az attitűd, hogyha amikor az ember itt bemegy ügyintézni valahová.
Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető. Szóval ebben némi különbséget Nem, érzek. én gondolom, hogy miről beszél, tehát, hogy Magyarországon azért ilyen osztrák-magyar monarchiából származó struktúrák, becsontosodott struktúrák vannak, míg itt ugye ilyen balkáni ügyintéző, ad hoc és kissé improvizatív helyzetek adódnak, amikor is a szemben álló fél vagy bekeményít, és lehetetlenné teszi azt, hogy az ember elrendezze a dolgait, vagy éppen ellenkezőleg így hirtelen kitárulkozik, és minden gyorsan, és akármikor, és akárhogy, és nagyon szívesen el lehet rendezni. Szóval, hogy kicsit kiszámíthatatlan az, hogy errefele hogyan történik a dolog. De hogyan dolgozik együtt a társaival? Tehát, hogy van-e valamilyen ön számára érzékelhető különbség a között, hogy az itteni diákok hogyan képzelik el az egyetemen való munkát, tehát a szakmunkát, illetve a jövőjükről való gondolkodást? Hát sokféle emberrel találkozom az egyetemen is, szóval általánosítani semmiképp nem szeretnék, de ami különbséget látok, azt én lehet, hogy inkább tudom be mondjuk korosztályok közötti különbségnek, viszont az is felmerült pont tegnap például egy beszélgetés alkalmával, hogy van, aki úgy látja, hogy aki Magyarországról jön ide, ők talán azért is, mert megtettek egy ilyen nagy utat, és meghoztak egy ilyen nagy döntést, és elköltöztek egy másik országba, akkor valahogy a tétje is más annak, hogy hogyan végzi el valaki az egyetemet. Illetve volt egy... És így van? Tehát ön például így érzi? Tehát, hogy sokkal komolyabban veszi a feladatát azért, mert tényleg sok mindent feláldozott azért, hogy itt legyen, és részt vegyen ebben a folyamatban. Biztos, hogy ez is közrejátszik benne, de még egyszer mondom, hogy azt hiszem, hogy ebben meghatározó az is, hogy mennyi időt töltött el már valaki, akár az oktatási rendszerben, vagy azzal, hogy valamilyen cél felé igyekezzen. Azt hiszem, hogy igen, ez nehéz lehet például annak, aki most érettségizett, megérteni azt, hogy mi is a jelentőség annak, hogy egy egyetemi közegben, egy egyetemi képzésben vesz részt, és hogy ez mennyire elválaszthatatlan attól a későbbi életétől, amit aztán felépít ebből. Igen. Na most ugye mondta, hogy a színháztól indult, de a filmhez jutott. Tehát ez milyen lépésekben történt? Tehát, hogy van-e valamilyen problémája azzal kapcsolatban, hogy nem a színházban fog tevékenykedni a diplomája szerint? Azt hiszem, az nagyon hiányozna, hogyha többet nem játszhatnék, ha nem léphetnék színpadra, vagy nem adódna alkalom arra, hogy színészként tevékenykedjek. Ennek az egyik lépcsőfoka, vagy az egyik meghatározó része az, hogy ez az út, ami alatt én eljutottam odáig, hogy lett egy színész végzettségem, abban, ez nem tudom, ez tartott 13 éven keresztül, ami szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon sokféle és szertágazó tapasztalattal látott el, szóval kicsit azt érzem, hogy ez a célja az életemnek valamilyen részben megadatott, még hogyha ez le is zárult, vagy nem is olyan mértékben történt meg, még szerettem volna. Másrészt azt hiszem, hogy fontos volt nekem az, hogy a magam gondolatait azt valahogy közvetettebb, vagy közvetlenebbül tudjam eljutatni az emberekhez. És egyrészt lehet, hogy maga a film is egy olyan média forma, ami nagyobb, ugye szélesebb réteghez tud eljutni, és valahogy a forgatókönyvírás és a filmrendezés, amivel most főleg én próbálok foglalkozni, az pedig talán jobban ad lehetőséget arra, hogy az, amit a néző lát, az tényleg az én vízióm legyen, az tényleg az én gondolataimat tükrözze, mert színészként azért van, hogy szerintem azt érzi az ember, hogy kicsit több szűrőn keresztül
megy át valami, mint amennyire azt ő szeretné. Hát igen, főleg, hogy mostanában inkább a rendezői színház az, ami trendi, és hogy nagy, neves és karakteres rendezők azok, akik elmondják, hogy mit is kell egy darabból érteni, és nem a színész. Igen. Legyen az akár főszereplő is. De úgy emlékszem, hogy rendező szakra jelentkezett eredetileg, színházi rendező szakra. Igen, mind a kettőre, a médiára és a Igen. rendező szakra. Igen. És, tehát, hogy az, hogy nem lesz mindenható karakteres és a darab mondani valóját elmondó rendező, ez okoz-e gondot? Akkor, amikor a felvételi eredmények kiderültek, akkor őszintén szóval csalódott voltam, és nagyon szerettem volna ebbe a színház rendező osztályba kerülni. Aztán idővel valahogy, ahogy tényleg belecsöppentem magába a média vagy a filmezés világába, úgy igazából mostanra a szak sok részét érzem magaménak, és valahogy magában a forgatókönyvírásban, a filmben nagyon úgy érzem, hogy meglepően jó választás volt, és hogy nagyon nekem valónak érzem most, ennyi idő után. És akkor ugye eljutottunk a jövőképig, tehát hogy én úgy emlékszem, hogy amikor végzős egyetemista voltam, akkor belebetegedtem abba, hogy Jézus Mária, mi lesz belőlem. Persze az egy másik helyzet volt, amikor kötelező munkahelyet nyomtak az ember nyakába lehetetlen földrajzi helyeken, és az az igazság, hogy nagyon nem kívánkoztunk azokra az Isten háta mögötti helyekre, ahova kihelyezték az embereket. De most van egy másik mumusa ugye az önök korosztályának, az, hogy nem lesznek a pályán. Ez mekkora feszültséget és mekkora félelmet okoz önnek? Félelmet és szorongást az biztos, hogy okoz, és időről időre, amikor eszembe jut, hogy ezzel szembesülni kell, és szembe kell vele nézni, akkor tudok stresszelni ezen. De közben valahogy azt is gondolom, hogy ha az ember valamit nagyon akar csinálni, akkor akármennyi varga betűn keresztül, és akármennyi erőfeszítés árán úgyse fog tudni más csinálni. Vagy én is mondjuk nem színésznek tanulok már, de most is van, hogy játszom, még van olyan, hogy megkeresnek. És az a jó valahogy az ilyen alkotói tevékenységekben, hogy az ember azt alapvetően szerintem azért kezdi el csinálni, mert valahogy az belőle fakad, és szeretné csinálni, és ahogyan erre számos példát láthatunk, van olyan, hogy valaki, akár erdélyi példát is tudunk mondani, hogy valaki elmegy egészen mást dolgozni azért, hogy megteremtse azt a pénzt, ami azt az életet lehetővé teszi. Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy ez azért egy megélhetési problémával alakult, tehát hogy igen, az ember művelheti hobbiként azt, amit szeret, de hogy azért valamiből meg is kell élni, tehát fel is kell építenie valahogy az eljövendő életét. Hát persze, ez egy bizonytalan dolog, és én sem tudom rá, hogy mi lesz a jó megoldás, de már volt olyan alkalom például a pandémia alatt, amikor elveszítettem a munkáimat, és kénytelen voltam más csinálni, valami olyat csinálni, ami teljesen idegen tőlem, de hát meg kell tudni élni valahogy a jéghátán is, és aztán amíg ez adott, addig azt hiszem, hogy minden másra is van lehetőség, csak az idő a kérdés. Igen, itt ugye feltevődik az önök esetében egy különleges kérdés, tehát hogy azok, akik itt tanulják, tehát magyarországi diákok, akik itt tanulják a színészmesterséget,
azok nem egészen azt a fajta színészmesterséget tanulják, amit a magyarországi színházak kedvelnek. Tehát itt különböző művészi megfogalmazási formákkal találkoznak, és nem biztos, hogy ezt az otthoniak nagyon nagy lelkesedéssel fogadják. Tehát, hogy bizonyos értelemben az itt megtanult szakmával egy kicsit választania kell a között, hogy most visszaküzdi-e magát abba a szakmai körbe, amit otthon hagyott, vagy inkább itt marad abban a körben, amiben ezek alatt, az évek alatt így beleszokott, önt is megismerték, tudják, hogy mit tud csinálni, és hogy homogén a művészi nyelv, amin kifejezik magukat. Hát az elhelyezkedés kérdésében nyilván felmerül ez is. Én nem biztos, hogy feltétlenül abban gondolkodom, hogy vagy csak itt, vagy visszamegyek Magyarországra. Az én elképzeléseimben például nagy valószínűség van arra, hogy valami harmadik országban próbálok akár tovább tanulni, amellett, hogy megpróbálok valami munkát találni. Én őszintén szólva annyira nem vágyom arra, hogy visszaküzdjem magam az ottani környezetbe Magyarországon. Én, ha szabad ilyet mondanom, én most jobban érzem magam itt, mint hogyha ott lennék, ha bár van számos érzelmileg nehéz része is ennek. De abból a szempontból, hogy nyelvileg itt kevésbé széles az a réteg, ahol el lehetne helyezkedni, ez ezt is kérdésessé teszi, de már csak a korábban említett világlátási vágyból is fakadóan szívesen mennék akár tovább innen. Igen, tehát megértettem, hogy az ott alakuló a kultúra politikájával nem érzi magát nagyon nem kényelmesen odahaza. Csak gondolom, hogy ez azért idő, tehát hogy idővel rendeződik. Ha elszakad az otthoni művészi köröktől, amiben ugye visszatalálva visszakerül ugyanabba az életbe, életformába, földrajzi helybe, és a többi, ahonnan eljött. Tehát, hogyha kiszakad ebből, mert hogy a pillanatnyi helyzetet nem kedveli, akkor 10-20 év múlva, amikor egészen biztosan változnak a dolgok, még sokkal nehezebben találja meg a visszautat. Igen, ez azért is biztos, hogy így van, mert közben a kapcsolataim itt is kezdenek gyökeret ereszteni, és itt is alakulnak ki olyan érzelmi kötelékek, amiket aztán nehéz lesz elengedni. Most úgy érzem, hogyha most tovább megyek valahová, és egyszer vissza kell térnem, ez persze annak is a kérdése, hogy mennyi idő telik el közte, és hogy az alatt mi tud változni, vagy mi nem, és milyen irányba, akkor most úgy érzem, hogy ide szívesebben költöznék vissza. Ehhez hozzájárul az is, hogy ha jól értettem, akkor a partnere az itteni, és ide valósi, és ez nem kérdés. Igen, és nem, ő nem ragaszkodna valószínűleg ahhoz, hogy így vagy úgy döntsek, de hozzám most közelebb áll annak a gondolata, hogy itt folytassam az életemet hosszabb vagy rövid távon. Igen. De most persze a mi szemszögünkből nézve azért érdekes egy ilyen gondolatmenet, tehát hogy mi indokolja azt, hogy egy fiatal pályakezdő hol eresz gyökeret, mert hogy ennek az útnak, ennek az életútnak, aminek mondjuk itt a közepén van ön, ennek az ellenkezőjét végzik nagyon sokan. Tehát, hogy innen nagyon sokan költöznek át Magyarországra, és keresik ott a megélhetést. Ez ilyennel találkozott? Tehát, hogy volt-e ilyen beszélgetése, amikor ön elmondta, hogy szívesebben élne itt, és egy itteni pedig elmondta, hogy
Valami kis probléma lehet a világ nézetével, hogyha nem fordított irányba vágyakozik. Persze, én azt hiszem, hogy most így 3 év után már egyre jobban látom azt is, hogy mi az, ami miatt innen elvágyódhat valaki, bár azt hiszem, hogy ebben sokszor van egyfajta hamis kép arról, hogy milyen is, hogyha az ember Magyarországon él, de valószínűleg nagyon más is az, hogy valaki elkezdi épp hogy csak az életét egy másik országban élni, vagy hogyha egy adott helyen felnő és zsigerien tapasztalja azt, hogy mit jelent abban a kultúrában felnőni és létezni a mindennapokban. Szóval valami miatt azt mondom, hogy én is visszavágynék, vagy van, amit irigylek, és most azt tudom mondani, hogy ott volt jobb, és van, amire sok minden másra meg azt tudom mondani, hogy itt én ezt jobbnak érzem. Azt hiszem, hogy ebben talán a legmeghatározóbb az az, hogy egyszerűen az a légkör, amiben, hogy azt a légkört milyennek érzem, ahol tartózkodom, és valahogy itt egy kicsit szabadabbnak. Jó, hát reméljük, hogy ez tartós lesz, ez az érzés. És hát igen, így az ember így aggódik, hogy akkor hogyan is alakul ez a fiatal generációnál ez a migráció és a vágyakozás a különféle életformák, országok, területek, földrajzi helyek iránt. Én sok sikert kívánok önnek, akár itt köszönöm próbál szépen majd boldogulni, akár odahaza, akár egy harmadik helyen, és köszönöm szépen, hogy itt volt a műsorunknál. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt mai pont a műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Thank you.